Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott. Nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.